A hírszerzés története gyakorlatilag egyidős az emberiség történetével, hiszen a biztonság mindig alapvető szükséglete volt az emberi közösségeknek. Tábornok úr, melyek ma a leghíresebb hírszerző ügynökségek, és mit lehet tudni a tevékenységükről? Az államok, a kormányok mindent megtesznek annak érdekében, megfelelő katonai és polgári hírszerző szervezetek útján, hogy információkat szerezzenek, és természetesen ennek van egy másik oldala is, megtesznek mindent, hogy más országok, más szervezetek, vagy akár terrorszervezetek részéről azok információszerzési törekvései ellen pedig elhárítással tevékenykedjenek. Közel 200 tagországa van az ENSZ-nek, valószínűleg mindegyik törekszik információ szerzése, és valószínűleg mindegyik a sajátját hogy a legfontosabbnak, és ez természetes is. Amiért mégis a CIA-ról, a cégről, ahogy néha beszélni szokták, többet tudunk, annak az is az oka, hogy a válságőzetekben nagyon sok helyen tevékenykednek, felemás sikerekkel, Hallhattunk, láthattunk eseményeket 2001 előtt is, 2001 óta is, iraki háború, afganisztáni háború időszakában is, és, és tulajdonképpen ha hírességek, Lehetne mondani, akkor azért oda tenném mellé a brit MI6, vagy MI6 nevezetű titkos szolgálati szervezetet is, amelyről nagyon sokáig, 1994-ig még maguk a brit törvényhozók sem beszélhettek, annyira titkos volt a létezése. 2001. szeptember 11-ig egy fordulópont volt az ügynökségek történetében is. Változott-e valamit a tevékenységük? Változni kellett. Egyrészt, mert tulajdonképpen az utóra készült dokumentumfilmek felderítési adatok alapján mindenféle vizsgálat azt bizonyította, hogy nem elég csak megszerezni az információt. Azt megfelelő, de nagyon titkos csatornákon meg is kell osztani. a 2001. szeptember 11. pontosan a két nagy szervezet, a CIA és az FBI titkolózása egymástól az információ elzárása, és ez okozta a csődöt is ebben a tevékenységben, az elhárítás csődjét, rámutatott arra, hogy a hírszerző szervezeteknek legalábbis a közös többszörös és a közös nevező vonatkozásában valahol kormányzati szinten jelentkezniük kell az információkkal, ha az országuk értékeit veszélyben tartják. Közel tíz éve zajlik a, ha ezt lehet mondani, terrorháború, terrorizmus elleni háború, Afganisztánban, Irakban, most már Afrikában is. Milyen kudarcok, illetve sikerek azok, amik ö, nem kaptak olyan nagy nyilvánosságot? Ugye Osama Bin Laden megölését azt ö, az amerikai sikernek könyvelhették el. Hát igen, ha belegondolunk, azért nagyon sok év munkája volt benne, és ebben a nagyon sok év munkájában valószínűleg nagyon sok hírszerző személy, ügynök, együttműködő, hálózati tag ö, nem érte meg Osama Bin Laden ö, elfogása, megsemmisítésének a napját. Erről keveset szoktak írni. Nem csak maga a hírszerzés titkos, hanem nyilván a hálózat tagjai, nyilván a családjuk miatt is, és a tevékenység jellege miatt is. Néhány esetben kikerül a sajtóba, vagy azért, mert a, az érintett másik fél tudatosítani akarja, hogy megsemmisítette egy ellenország hírszerző hálózatát, vagy annak egy részét. Így tudhatunk arról, hogy például 2009. decemberében, nagyon súlyos vereséget és súlyos csapást mértek a CIA-ra Afganisztánban. A CIA tálibokból és alkaidából nagyon-nagyon felkészült egyik programigazgatója, további hét másik CIA ügynökkel sajnos áldozatul esett egy kettős ügynök játékának, Kost tartományon belül az úgynevezett Chapman előretolt bázison, a igazgatónő és a kollégái fogadták az gépjárművel beérkező, ők úgy tudták, hogy Szíhe ügynököt, mint később kiderült, kettős ügynök volt, telepakolva kocsija és ő is robbananyaggal, és a cia a CIA saját bevallása szerint a mai napig nehezen kiheverhető veszteséget okoztak, amikor a úriember felrobbantotta magát, és a gépjárművet, és ezzel mindenkit, aki ott a közelbe tartózkodott, a CIA programigazgatója is életét vesztette. Most ebben az évszázadban mennyivel lesz nehezebb, vagy nehezebb lesz ezeknek a szervezeteknek a tevékenysége? Tulajdonképpen a globalizáció magyarázat mindenre. Internet segítségével, kommunikáció segítségével, rejtjelezés segítségével, amit a 21. század technológiai vívmánya hozott meg, a globalizáció, ta, gyakorlatilag már nincsenek perifériák. Ez is egy nagyon fontos. Bárhol a világon adható, vehető ez az információ, pontosítható, továbbadható, és akik például terroristák vagy szélsőséges elemek, akik ezzel élni kívánnak, ezzel tudnak is élni, és erre kell felkészülnie a hírszerzésnek, legyen ez katonai hírszerzés, vagy polgári hírszerzés. Végezetül tábornok a mostani CIA igazgatóval van egy sajátos kapcsolatuk. Igen, David Petraus 2011. szeptember 6-ával foglalta el a CIA igazgatói székét. Valamikor még, amikor ezredesként szolgált, akkor a Balkánon találkoztunk. Később Irakban, amikor én Bagdadban szolgáltam, akkor ugye megint szolgáltunk együtt. A nevéhez kapcsolódik egy új szemlélet, amely a lakosság, a helyi lakosság nagyobb tiszteletét, megnyerését, partnerként történő elfogadását szólította meg. Szemben egy korábbi inváziós jellegű gondolkodásmóddal.